és szent lelked által légy a mi kedves vendégünk. Istenünk, tisztelj meg jelenléteddel, hogy a szombatnapnak áldásában részesünk minnyáján. Kérünk áld meg az ígét, adjál értelmet, adjál bölcsességet, hogy megértsük a te ígédet, elfogadjuk, magunkévá tegyük, és a mindennapi életünkben ez vezessen bennünket, hogy egykor országban eljutunk. Úgy neked elmed, hogy Jézusunk által. Amen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, ezen délutáni Isten tisztelet alkalmával. Őisten áldását kívánjuk mindenkire. Megkezdjük Isten tiszteletünket, és énekelni fogjuk a 33-as számú énekünket az atyáink énekeiből.
édesatyánk, hálásak vagyunk ezen drága szombatért, ennek a szombatnak minden egyes percéért, az elvett áldásokért, amelyben eddig részesítettél bennünket. Köszönjük, hogy kegyelmedből újból itt lehetünk szent házadban ezen délutáni óra keretében. Az a mi kérésünk, jó Istenünk, hogy jelenjél meg közöttünk. Különösképpen kérjük a te áldásodat a szolgádra, akin keresztül üzeni szeretnél hozzánk. Adjad, jó Istenünk, hogy minden gondolatot, amely távol tartana bennünket attól, hogy megértsük a te üzenetedet, azt félre tudnánk tenni. Jöjj, Szentlélek, Úristen, foglald el a mi szíveinket, hogy megértsük az üzenetet. Köszönjük, hogy meghallgatsz, mert az Úr Jézus nevébe kértünk. Amen. Húsvéti vers, Páskói Kovács Erzsébet verse. A feltámadás napján mit mondjak még rólad, ki üzenet voltál ég és föld között? Összekötő csend a mindig dúló harcban, a szívekben veled béke költözött. A kételkedőnek te voltál a válasz, mikor felvetted nehéz keresztfádat, és elindultál a Golgota felé. Pilátus már megmosta a kezét, letette magáról az ügy súlyát, nehezét. S a tiéd közt a feszizmek szavát szívedben egy ima hatott át. A tiéd közt feszizmek között te tudtad csak, hogy az a perc örök. És azt is tudtad, hogy nincs vége még, mert harmadnap a sírodból kilépsz, és megrendül a világ egy csodára, mert nincsen az időnek olyan távolsága, hogy a mindenkori ember sírva vagy örülve, e titkok titkának mélyébe merülve ne boruljon eléd, világ megváltója, a mi bűnünknek kereszt hordozója. Ki testében a törvényt felvitte a fára, s vérpecsétet tett új evangéliumára. Amen. Thank you.
Kedves testvérek, úgy készültem, hogy a negyedik szombat ifjúsági ünnepé van. Hát az ifjúságot most a csongvai testvérünk fiatal korában ő képviselte. Azt hittem, hogy valóban ma is hát a fiataljunk kint vannak a táborban, és akkor most van egy lehetőségünk, hogy egy szép ünnepét tartsunk. Majd legközelebb. Azt mondja, áron majd legközelebb, megpróbáljuk. Kedves testvérek! Már Jóska bácsi megszólított ezzel kapcsolatosan, hadd mondjam el, hogy a fiataljainknak egy része Sonkolyoson vannak, és egy istentiszteleten vesznek részt, az ottani gyülekezetbe tartanak istentiszteletet, Isten dicsőítő program. Tehát akkor egy misszió, egy misszió munkán vannak, ők is elvégezik a megbízatásukat. Szeretnék egy gondolattal jönni a gyülekezet elébe, ami egész sokszor aggaszt bennünket, megkértek, ha lehet hangosan beszéljek, és ne húzzam el az időt, mert meleg van, megpróbálok röviden, amit gondolatokat összeszedtem elmondani. Egy alkalomkor egy lelkész arról prédikált, hogy életünk viszont tagságaiban Isten velünk van. A prédikáció végén egy hölgy odament a prédikátorhoz, és könnyes szemmel ezt kérdezte tőle. Lelkész úr, hol volt Isten aznap alatt, amikor egyetlen fiam meghalt? Egy jó kérdés, ugye? És ez nagyon sok keresztényt is aggaszta ez a gondolat. Az asszony fájdalomtól megtört arccal tekintett a lelkészre, a lelkész néhány pillanatig csendben maradt, majd így válaszolt. Ugyanott volt, ahol akkor is, amikor az ő egyetlen fia a Golgotai kereszten meghalt, hogy minket megváltson az örök haláltól. Ezt a gondolatot tanultuk szombatiskolában. Emlékszünk rá? Pontosan egy hónapja, május 18-án volt az arany szövegünk után ez a gondolat. És amikor találkozunk az emberekkel, felteszik a kérdés sok esetben, hogy hol volt Isten, amikor őt mi követjük, amikor mi a gyermekeiként éljük a mindennapi életünket. Igen, erre a kérdésre valóban nehéz felelni. Nagyon nehéz felelni. De a válasz az volt a prédikátor testvérünktől, amikor az ő fi ott a kereszten volt, akkor Isten akkor is ott volt. És ott van mellettünk. Mert Istenék ígéje azt mondja, hogy egy halszálunk se esik le anélkül, hogy Isten ne tudna róla. Tehát Isten ismer bennünket nagyon jó. Mielőtt Istennek ígéjét megnyitnám, el kell mondjak egy nagyon fontos dolgot. Nem is gondoltam, hogy besegít a délutáni órának a tanításában. Két fiatal ember szerdán délután megállt kocsival ott a kertünk ajtójában, és kereste a szomszédunkat. Hát mondom, a szomszédunk úgy látszik nincs itthon, de örvendek, hogy próbál vele foglalkozni, mert nem valami kellemes a körzetben. És aztán odaléptek hozzám, és átnyújtottak egy löplapot, amiben az van írva, az a címe, szeretném megtudni az igazságot? Hát természetesen. Az igazságot mindenki szereti. És ha önök evel jöttek hozzám, akkor mondják el, hogy mi az igazság. És tudjátok, hol kezdte? Hogy a világunk sodródik. A sátán kikért bennünket. A háború, a szerencsétlenség. Ez mind ránk zúdítva van. Akkor mondom, én is kérdezek valamit önöktől. Mondják meg nekem, mi az igazság. Mielőtt elmondanám, megkérem a testvéreket. Tudjuk, hogy holnap milyen ünnep van? Tudjuk, vagy nem tudjuk? Tudjuk. Pünköst. Ez a második pünköst. Mert volt egy húsvét, egy feltámadás, és volt a második húsvét, a másik feltámadás. Volt egy pünkösd a magyaroknak, és a ortodox testvéreknek most van a második. Na, akkor mi az igazság? Feltettem én a kérdést
a kedves látogatóknak, hogy akkor most melyik az igazi húsvét. Mert egy, Márton én nagyon jól tudom, már régen jártam a református templomba, hiszek egy Istenben, ugye? Mindenhatya Atyában, egy fiúban. Tehát, hogyha egy fiú, az Úr Jézus Krisztus, egyszer halt meg, és kétszer nem fog meghalni az emberek bűneiért, akkor hogy van két feltámadás? És feltettem a kérdést a kedves látogatóknak. Elgondolkoztak, és azt mondották, hogy hát ez jó kérdés. Hát igen, igen, de önök azzal jöttek, hogy szeretném megtudni az igazságot. Hát most mondják meg, mi az igazság. Elmondtam nekik még egy másik esetet. Egy alkalomkor megkérdeztem a református papot, tiszteletes urat, és azt kérdeztem ott a hívek előtt, hogy tiszteletes úr, legyen szíves, mondja meg már nékem, hogy most melyik az igazi húsvét? Önök most tartanak egy húsvétot. 3-4 hét múlva van egy másik húsvét. Megállt a lelkész, gondolkozott. Tudja, mit mondok én magának? Hát mondom, azért kérdezem, tessék. Hát az igazság az, hogy ne foglalkozzon magával. Mondom, miért? Mert a Szentírás olyan, mint az őserdő. Ha maga ebbe belebonyolódik, akkor el fog tévedni. Ne foglalkozzon magával. Na és feltettem a kérdést a kedves látogatónknak, maguk milyen álláspontot foglalnak el akkor a húsvéton. Mit jelent a húsvét? Hát egy nagy ünnepet, azt tudom, feltámadás. És honnan indult ez a húsvét ünnep? Meg tudnák mondani? Hát azt mondja, hát az Úr Jézus halálával. Csak ennyi az egész? Hát ennek van több jelentősége. Ha visszalapozzuk a Szentírást, Mózes második könyve, 12. részébe, ott a 10. csapás, amikor igen nagyon fontos esemény történt akkor a pászka ünnep megünneplésére, amikor Isten felszólította Mózest és Áront, hogy menjen Izrael népéhez, és készítse fel őket erre az alkalomra, a 10. csapásra. Ez egy valami borzasztó volt, kedves testvérek. Ki volt adva, hogy minden egyes család egy éves bárányt, épp egészséges legyen, ezen az éjszaka öljék meg, és a jel, mondottam a testvéreknek, a látogatóknak, volt egy jel. A báránynak a vérét ki kellett az ajtófélre és a szemöldök fára kenni. És meg volt hagyva, hogy abból a házból ezen az éjszakán senki ki nem menjen. És akkor Egyiptomnak minden egyes elsőszülött gyermeke azon az éjszaka 10. csapás alkalmával meghalt. Úgy az elsőszülött gyermek, mint az állatok közül. Sőt, írja Vájtesvérnő, hogy nem csak hogy az állat, hanem a királyi családban, hanem a börtönben voltak, még azoknak a családját is érintette ez a veszteség. Hát a testvérek elgondolkoztak, azt mondja, lehet, hogy úgy van, hát akkor mondom, mondják önök meg, hogy ha nem úgy van, akkor segítsenek ki. És akkor mondom, felteszek egy kérdést, hát Izrael nép akkor mit keresett Egyiptomba? Tudják, hogy kerültek oda? Hát, ebben nem nagyon foglalkoztak. Vigyáztam előre, és szeretném mondani a testvériségnek, hogy Bégányi testvérrel nagyon sok esetben meghívtak bennünket ilyen családba beszélgetni. És mindig ők tették fel a kérdést, hogy mi arra feleljünk. És akkor próbáltunk mink is feltenni kérdést, azt akkor ők ezt mindig kikerültik, és szegény Sanyi mindig ideges volt, felkapta egy kicsit, ahogy mondják a vizet, hogy hát nem erről van szó, de ők az övékét mondták, mert ők mindig kiragadtak egy-egy biblia verset, ők azon szerettek lovagolni. Igen, kedves testvérek, egy borzasztó esemény volt az Izrael népén. Tudjuk azt, délőtt hallottuk, hogy Józsefet az ő testvére, saját testvérei eladták rabszolgaságban. És mikor jött a 7 évi nehéz idő, akkor József helytartó lett abban az országban, és a családját oda vitte ki Egyiptomba. 430 évig volt ott Izrael népe, rabságban is szenvedtek.
És amikor ez a kivonulás megtörtént, írja Istennek íge ott a Mózes könyvbe, hogy 600 ezer ember gyermeken kívül volt, annyira megszaporodtak. És még egy gondolat. Tudjuk, hogy a fáraó milyen törvényt, rendeletet adott, hogy minden fiú gyermeket meg kell ölni. És Mózes hogy menekült meg? És pont aki kiadta ezt a törvényt, hogy minden egyszülött fiú haljon meg, abban a családban nevelték fel Mózest, igen? A fáraó leánya odavitte. És onnan indult el Mózesnek a mindennapi élete. Kedves testvérek, csak bevezetőül akartam elmondani a testvéreknek, mivel hogy ezek az atyafiak engemet megkérdeztek, hogy szeretném-e megtudni, mi az igazság. Hát akkor most a testvéreknek én feltettem ezt a kérdést, mi az igazság. Melyik a mi húsvétunk? Elnézést kérek, Márton énnek a múltkor feltettem ezt a kérdést, hogy melyik a mi húsvétünk, mit tetszett mondani? Hát az első. Hát valóban a pászka ünnep, ez kísérte Izrael népét. Valami borzasztó lehetett, kovász nélküli és keserű fűvet kellett 7 napig fogyasszanak. És még a parancs ki volt adva azon a téren is, hogy az idegenek, akik oda szegődtek Izrael népéhez, azoknak nem volt szabad ebből fogyasztani. Kedves testvérek, egy időben élünk, és ez egy nehéz idő, mert nagyon nehéz megtalálni a kivezető útat, hiszen annyi probléma, annyi minden van. Az Úr Jézus Krisztus tanítványával fent van a hegyen, és letekint Jeruzsálemre. Bánkódik, szomorkodik. És azt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, lehet, hogy Robi ki akarja vetíteni, Máté 23:37 és 38. versét. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezett azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartalak egybegyűjteni titeket, amiképpen tyúk egybegyűjt az ő csirkét, de ti nem akartátok. És azt mondja itt a 38. vers, imé pusztán hagyatik a ti lakásotok. Ez egy jövendőlés volt, egy esemény volt, ami bekövetkezett, igen, Izrael népére, Jeruzsálem pusztulása. Elpusztult Jeruzsálem. Krisztus példázatából, a 205. oldalról egy pár gondolatot szeretnék kivenni. Krisztus, amikor letekintett kiválasztott városra, nem csak Jeruzsálemért hullott a könnyeit az olajfák hegyén, Jeruzsálem sorsában a világ pusztulását látta. Nem csak a Jeruzsálemnek a pusztulása aggasztotta őt, hanem az emberiségnek a pusztulása. Itt egy Biblia verset szeretnék aláhúzni, Lukás 19:42. És ezt úgy gondoltam, amikor ezt a Biblia verset ide próbáltam beilleszteni, hogy talán most ez az íge megvilágosítja, meg kell, hogy világosítsa a mi elménket. Lukás 19:42. Így hangzik Istennek ígéje. Vaj, ha megismerted volna te is, csak a mostani napodban is azokat, amik néked a te békességedre valók, de most elrejtettek a te szemeid elől. A mostani idő, amely egy isteni ajándék, egy isteni kegyelem idő részünkre, vajon felismerjük az időnek ezt a valóságát? Mennyire foglalkoztat bennünket ez az idő? Tovább folytatnám a gondolatot Krisztus példázatából. Sűrösödnek már a bosszú állás felhői. A veszedelem nem sokára rázoddul Isten kegyelmének visszautasítóira. Akik Istennek kegyelmét visszautasítják, rázódul. De a világ alszik, az emberek nem veszik észre,
hogy elérkezett a meglátogatás ideje. A világ alszik. Kedves testvérek, nagyon elgondolkoztam, hogy áll a gyülekezet, Isten népe. Hogy áll Isten népe válságos időben? Talán nem is veszük észre, hogy ezek az elleni csapások, amelyek látogatják a világunkat, nem is tudom, kedden, kinyitottam a rádiót a dél oldalba, a órában, és a bemondó szomorúan jelent, hogy egyik országban egy borzasztó nagy havazás van, és a másik részben árvizek tombolnak, embereket ezreivel pusztít el. Vajon felfigyelünk mi ezekre az eseményekre? Mit mondanak ezek? Nem veszünk észre semmit. E rohanó világban, amelyben élünk. Igen, kedves testvérek. Visszatérek a húsvét ünneplésében. Egyik prédikátor testvérünknek a jegyzetéből egy gondolatot kivettem. Szeretek visszalapozni mindig a régi időkben, mert sokszor tanúságos dolgok vannak feljegyezve, amelyek a mindennapi életünkben meg is valósulhatnak. Sokan a húsvétot csak örömteljes oldaláról ismerik. Mindenki örül az új tavasznak és a húsvétnak. Itt írja a kedves testvérünk, hogy a templom kerülők is elmennek a templomba, azután következik a nagy ünnepi ebéd, a szórakozás, pedig a húsvétnak drámai jelentősége van minden keresztény számára, akik Krisztus követőinek vallják magukat. Mit jelent az, hogy drámai? Valami különleges dolog? Igen, igen. Amikor az Úr Jézus kiválaszt három tanítványt, Péter, Zebedeusnak két fiát, és felhívja oda a Gecsemáné kertjében, és megkéri őket, hogy imádkozzanak. Isten ígéje azt mondja, ott úgy írja, hogy az Úr Jézus Krisztus aggodalmas és szomorú volt. Amikor látom az én fere barátomat, hogy szomorú, aggodalommal van tele, vajon nem figyellek rá? Nem is kérdezem meg tőle, hogy testvérem, ha mi a probléma? Valami bánt, és a tanítványok ezt látták. Látták. És azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy maradjatok itt, imádkozzatok, és vigyázzatok. És ő előre ment, és leborult, és imádkozott. És könyörgött, Atyám, ha lehetséges, múljik el tőlem ez a pohár. Mondja Isten ígéje, de ne az én akaratom, hanem a te akaratod valósuljon meg az életemben. Előre látta azt a kint, azt a szenvedést, a Golgotai keresztet, és Atyám, ha lehetséges, ez a halál pohár múljék el tőlem, de ne az én akaratom, a te akaratod szerint. Vajon hogy állunk mi keresztények, amikor megpróbáltatásban kerülünk, hogy belenyugszunk-e Isten akaratában? Jobb pátriárka azt mondja, tudom, hogy az én atyám él. Tudom. Tudott mindent Istenről. Mit tudunk mi Istenről? Csak annyi, hogy húsvét. Volt egy kereszthalál, a golgotai halál, és a feltámadás. Annál több volt, kedves testvérek. Az emberiség bűnéhez több köze van a keresztnek, mint a világ összes törvény székének. Kedves testvérek, ez egy csodálatos történet volt. Amikor az Úr Jézus Krisztus fent volt a Golgotai, a Gecsemáné kertében, és ő tudta, hogy mi következik. Tudta, hogy amikor onnan le fog jönni, akkor az ellenség karjaiban fog kerülni. Nagyon jól ismerjük a bibliai történetet. Ott volt a tanítvány, a Judás. És megkérdezte Jézus, kit kerestek. Barátom, miért jöttél?
ellensége volt, de a megszólítás egy barátsági bizalmat adott Judásnak. Barátom, miért jöttél? És amikor azt mondta, hogy ha engem kerestek, akkor ezeket engedjétek szabadon. És amikor ezt kijelentette, az isteni dicsőség kijött az Úr Jézus Krisztusból. És úgy van írva a Szentírásban, hogy azok az emberek, akik az a csőcselék ott találtatott, leestek, mint a hallottak. És azt mondja a Szentírásban, és vájtesvéli, volt egy alkalom, hogy az Úr Jézus Krisztus megmeneküljön. De így kellett, hogy beteljesedjen az írás. Volt egy szolga, akit az Úr Jézus figyelmeztetett. Péter, Péter, mielőtt a kakas megszólal, te háromszor megtagadsz engemet. Ez a Péter ott volt. És amikor látta, hogy mi történt az Úr Jézus Krisztussal, a csőcselék megfogja, akkor Péter mit cselekedett? Kivette a kardját. De hogy kivette? A főpapnak, a szolgájának a fülét is levágta. Ez egy komoly figyelmeztetés volt, mert ott, abban a helyben, amikor Péter levágta, az Úr Jézus meg is gyógyította. Vajon azok az emberek azt az isteni erőt, amely kiáradt az Úr Jézus Krisztusból, nem vették észre? Nem törődtek vele? Mindegy, túlhaladtam az időt. Elnézést még egy kevés ideig. És kedves testvérek, egy szomorú eset volt itten. Ez a csőcselék nép. Azt kér az Úr Jézus Krisztustól, hogy Péter, azt gondolod, hogy az én atyám 12 sereg angyalnál nem tudna megszabadítani engemet? De mi módon történik meg a megváltás az örök haláltól, ha ez nem következik be? Igen, elvitték Pilátushoz, a főpaphoz. És a főpap azt kérdezte, valóban te vagy a zsidók királya? Te mondtad. Igen. És ott állt a nép és Jézus Krisztus előtt. És azt mondja a csőcselék népnek és maga a zsidó vezetőknek, hogy semmi bűn nem találtam benne. Semmi halálra való méltó, nincsen bűn benne. Kedves testvérek, már itt is a húsvét ünnep megszokott ütembe folyt. És itt azt írja a Máté evangéliumában, hogy egy ilyen ünnepnap alkalmával egy foglyot a börtönből, vagyis egy ilyen elítéltet szabadon kell bocsátani. És odaállította Barabást, és odaállította Jézus Krisztust a nép elé, és azt kérdezte, na most kit akartok, hogy elbocsássa? És mit mondott a nép? Barabást. És azt kérdezte, akkor én evel az emberrel, a zsidók királyával mit cselekedjem? Meg kell ölni. Kedves testvérek, egy gondolat, sokszor az ember kap figyelmeztetést. Máté 27.19. versében kap egy figyelmeztetést maga a család tagjától. Amint pedig ő az ítéle székben ül vala, külde ő hozzá felesége azt üzenvén, ne avatkozzál ama igaz ember dolgában, mert sokat szenvedtem ma álomban ő miatta. Kedves testvérek, egy figyelmeztetés. Ne avatkozz annak az igaz embernek, mert egész éjszaka álmomban sokat szenvedtem. És amikor azt kérdezte a néptől, na most akkor mit csináljak evel az emberrel? Feszítsd meg. De hát nem találok benne semmi halálra való bűnt. Igen, kedves testvérek, úgy írja a Szentírás, hogy megostoroztatta, és átadta a katonaság részére. És ez a hadsereg, aki ott készen volt, hogy elvigye
az őrszobában megkötözve, és gúnyt tűztek belőle. Nászálat tettek a kezében, adtak. Tövisből koszorút fontak, és a fejre illesztették. És a nászállal ütötték őt, és a vér csorgott az ő ajkáról. Ezt a világ mi se tudja. Csak annyit tud, hogy volt egy feltámadás, maga Jézus Krisztus feltámadt, és ez egy örömnap, valóban öröm. Mert ha Jézus Krisztus a kereszten nem mondja azt, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Amikor az emberiség magára van hagyva, ki van szolgáltatva az ellenség részére, annál borzasztóbb esemény nem létezik. Valahogy így érezte maga Jézus Krisztus ott a keresztfán. És amikor ott látta az emberi tömeget, a szenvedést, amit ő átért az emberiségért, akkor azt mondja, én Istenem, miért hagytál el engemet? És kedves testvérek, a fájdalom, az a szomorú állapot, amely ott megtörtént, lehajtotta a fejét, és szomorúan azt mondta, elvégeztetett. Ami nem más jelent az, hogy az emberiség megváltása végbe ment. Elvégeztem azt a munkát, amellyel megbízott az én atyám. Igen, kedves testvérek, itt nyertünk üdvösséget. És a zsidó nép, aki először 1500 éven keresztül minden nap két bárányt bemutattak Istennek, ez egy jelkép volt, egy elő jelképe volt Jézus Krisztus halálának. De Jézus Krisztus nem fog kétszer megáldoztatni, nem fog kétszer feltámadni, mert a zsidókhoz írt levél azt mondja, Jézus Krisztus egyszer és mindenkor meghalt, nincs több. Nem sokára el fog jönni, megítél a világot, mint király, királyok királya. Kedves testvérek, hogy készülünk mi erre az eseményre? Szeretnék még egy gondolatot. Valami jelenség történt ottan. Amikor ő azt mondta, elvégeztetett, a templom kártvitja ketté repett. És a papok még nem vették észre, hogy vége a áldozat bemutatásának, mert az igazi bárány, maga Jézus Krisztus meghalt a világ megváltásáért. 3 órától 6 óráig sötétség volt, és ott voltak a tanítványok közül egyesek, Péter, aki megtagadta őt, de ott volt egy pogány százados, aki bizonyságát adta, azt mondta, bizony, Isten fia volt. A tanítványok nem merték ezt megvallani, de a pogány százados, aki ott volt, azt mondta, bizony, Isten fia volt. Hogy vélekedünk Jézus Krisztusról? Hogy vélekedünk? Elfogadjuk, mint személyes üdvözítőnket? A kedves testvéreknek feltettem a kérdést, látogattak, kicsit kimozítottak a témámból, és azt mondtam nekiek, hogy János 3.16, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy ő az egyszülött fiát feláldozta életünk, hogyha valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Milyen hitük van önöknek, mint evangélium hirdetőinek? A zsidó nép belátta, hogy tévedett, de nem fogadták el a Messiás, az üdvözítő Jézust, aki a Golgotai kereszten meghalt. Ők egy más szemét váltak, aki a világ megváltója, a római rabságból megszabadítja, ők egy ilyen üdvözítőt vártak. A
A kereszténység valóban közelebb áll ehhez a gondolathoz. Mi keresztények valóban elfogadjuk Jézus Krisztust az ő áldozatával. Csak egy a probléma, hogy azt a szenvedést, amit Jézus Krisztus tett érettünk, mi ezt általában zúgolódással fogadjuk. Márpedig azt mondja White testvérnő, ha Jézus igazi követői akarunk lenni, akkor el kell fogadjuk Jézus Krisztusnak a szenvedéseit, a megpróbáltatást. Kedves testvérek, húsvét egy nagy ünnep volt. De nem az az ünnep, amit a keresztények ünnepelnek. Annak van egy előképe, amit megemlítettem, a Krisztus szenvedése, a Getsemáné kertje. Igen, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófitákat, és megkövezett, akik hozzád küldettek. Hányszor akartalak, és hányszor kérte Jézus Krisztus a világot, a világ embereit, hogy térjenek meg. És kér naponta bennünket is. Mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát feláldozta életünk bűnösökért, hogy mi ő általa üdvösséget és örök életet nyerünk. Kedves testvérek, azt mondja az Úr Jézus Krisztus a tanítványaitnak, ha valóban követni akartok engem, naponta vegyétek fel, mit? A mi keresztünket. Mert mindenkinek. De zúgulódás nélkül. Igen, kedves testvérek, ha ez nem a Golgotai kereszten, Jézus Krisztus élete áldozata által, ha nem történik meg, akkor az a válaszfal, ami elválasztott bennünket Istentől a bűn által, akkor sose jutott volna részünkre az a lehetőség, hogy Isten közelében megmaradjunk Jézus Krisztus által. Ez a lehetőség van. Mert Isten ígéje azt mondja, a bűnzsoldja halál, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Kedves testvérek, fel van ajánlva Jézus Krisztus által az örök élet. Segítsen az Úr bennünket, hogy valóban értékeljük és fogadjuk el. Fogadjuk el Jézus Krisztusnak a nagy áldozatát, ne úgy, mint a világ. Ne úgy, mint a világ. Hanem érezzük át annak a nagyságát, annak a mélységét. Amikor azt mondja az Úr Jézus Krisztus, én Uram, én Istenem, miért hagytál el engemet? Elképzeljük ezt a fájdalmat, ezt az aggodalmat. Segítsen az Úr bennünket, hogy átérezzük, magunkévá tegyük. És a mindennapi életünkben, ahogy a testvér felajánlotta nekem ezt a dolgot, és nagyon, nagyon hálás vagyok érte, szeretné megtudni az igazságot, és akkor itt 6 pontban fel is vázolt. Valóban törődik velünk Isten? Ez egy kérdés, ez az első kérdés. Amit felolvastam, a prédikátor testvérnek egy édesanyja odament, hogy hol volt Isten akkor, amikor az én egyetlen egy fiam meghalt. Hol volt Isten? Hol volt Isten akkor, amikor a Golgotai kereszten az Úr Jézus Krisztus felkiáltott, én Istenem, miért hagytál el engemet? Egy másik kérdés, amiket ők feltettek, véget ér-e valamikor a világháború és a szenvedés? Hogy tudnánk erre? Véget ér egyszer, vagy nem ér? Véget ér. Kedves testvérek, vége fog érni, és nem is sokára. Az idők jelzik Jézus Krisztus második közeli eljövetelét. És ahogy itt olvastam, a profitaság lelkületének egyik gondolatából nagyon megrázó, hogy
A világ nem veszi észre, vagy nem akarja észre se venni, ami bekövetkezik a világunkra. Nem akarja észre se venni. Sűrösödnek már a bosszúállás felhői, a veszedelem nem sokára rázódul. Kire? Isten kegyelmének visszautasítóira. Nagyon sok keresztény ember van, amikor beszélünk az igazságról. Leintenek bennünket? Uram, ne erről beszéljünk. Beszéljünk a gazdaságról, beszéljünk más dologról. Visszautasítják. Nem akarják egyszer is mindenkor tudomást venni arról, hogy Jézus Krisztus nem sokára visszajön. És ez a gondolat nagyon elgondolkoztatott engemet. De a világ alszik, az emberek nem veszik észre, hogy elérkezett a meglátogatás ideje. Segítsen a mindenható Isten bennünket, hogy mi ne aludjunk. Nyitott szemekkel járjunk. Vegyük észre a mindennapi életünknek küzdelmében, hogy a mi pályafutásunknak nem sokára vége lesz. És amit vetünk, azt fogjuk aratni. Segítsen Isten bennünket, hogy jó búzát vessünk, hogy ne konkolyt arassunk. Erre segítsen az Úr kegyelm által. Amen. Ucsi bácsi, szólóval jön. Sikerül. Szépen Öcsi bácsinak a szolgálatát. Isten tiszteletünk befejezésére a 11-es számú éneket fogjuk elénekelni az atyáink énekeiből, míg az organista az ének dalamát játsz, addig adományokat gyűjtünk gyülekezetünk fenntartására.
Atya van lelkünk, sem hozzá hasonló jó barát. Nincs egy sem, nincs egy sem. Édesatyánk, az Úr Jézus nevében jövünk te hozzád. Hálát és köszönetet mondunk te néked, jó Istenünk, hogy annyira szeretted ezt a világot, egyszülött fiadat adtad érettünk bűnösökért, azért, hogy ő által a üdvösséget és örök életet nyerjünk. Köszönjük, hogy még adtál kegyelem időt részünkre. Köszönjük a mindennapi küzdelmet, hogy nem hagytál magunkra. Édes jó atyánk, az Úr Jézus nevében megkérünk tégedet. Egy újabb hét áll előttünk. Kérünk, drága megváltónk, azt a drága isteni szent lelket, akit elküldtél, akit megígértél, hogy elküldöd, ő vezessen bennünket a mindennapi életünk küzdelmében, harcaiban, segíts, hogy tudjunk győzedelmeskedni az én és a bűn felett. Köszönjük, hogy még van kegyelem részünkre. Jó atyánk, mi boldogok vagyunk, mert itt lehetünk hajlékodban. Megkérünk, Istenünk, könyörülj meg néped betegjein.
Édesatyánk, a te oltalmazó és megszentelő karjaidban ajánljuk őket, jó atyánk, ha van még kegyelem részükre és részünkre, segítsed őket, hogy a mindennapi élet küzdelmében legyen hitük, legyen bizodalmuk te benned, hogy nem sokára el fogsz jönni, és megszűnik a fájdalom, a halál. Ez már nem lesz többé a te országodban. Köszönjük, hogy még adtál kegyelmet, köszönjük, hogy még megajándékozol bennünket egy újabb nappal. Megemlékezünk ifjainkról, gyermekeinkről. Ott a távolban, ahol találtatnak, éreztesd velük is szombatnapi áldásodat, és adjad, hogy tudjanak tanúbizonyságot tenni az emberek előtt te rólad, hogy még sokan megismerhessenek tégedet. Köszönünk mindent, amit adtál egyszülött fiad által az Úr Jézusban. Ezért mi áldjuk az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, mind örökkön örökké. Amen. Hálásak lehetünk a Jóistennek ezen áldott szombatnap áldásaért. Ezek az áldások kísérjenek bennünket az előttünk álló héten. Erősítsenek meg a próbákban és kísértésekben, amelyekben előttük állnak. Tiszta szívemből kívánom azt, hogy ez az előttünk álló héten újból és újból tapasztaljuk meg a Jóisten jelenlétét a mi életünkben. És az ő kegyelméből találkozunk.